boginak, utána leteszed srácnak, utána visszajössz úthoz, megint felteszed két kávéscsészalmátétet. A feladatot mondja el az oktató a pincér tanulónak a Bencs László szakképzőiskolában. Ez az egyik olyan szakma, amit meg lehet tanulni az intézményben. A program két részből, a dobbantó és a műhely iskola elnevezésűből áll. A dobbantó program azoknak a fiataloknak szól, akik bármely okból kiestek az általános iskolai képzésből. A dobbantó programban az ő egyéni teljesítményén múlik, hogy mikor kerül át műhely iskolába. Itt alapkompetencia fejlesztés és pályaorientációs foglalkozások zajlanak. Egy közös reggeli készítéssel indul a nap egy beszélgetőkörrel. Nincsenek hagyományos értelemben vett közismereti tantárgyak, sem értékelés. Minden tanuló egy mentort kap, egyéni fejlesztésben részesül, és a saját teljesítményén múlik, hogy akár pár hónap alatt, vagy két év alatt kerül át műhelyiskolába, ahol a cél az, hogy részszakmát tanuljon a tanuló, az aktuális szakmajegyzék anyaszakmáinak a részszakmáit oktatjuk, kereskedelem, vendéglátás és építészet szakirányon. Innen választ egy részszakmát a tanuló, amit 6-24 hónap alatt szintén elvégezve általános iskolai végzettséghez jut, és kap egy szakmát, amivel a munkaerőpiacra kikerülhet. Nem egyszerű létrával lépni, ezt is megtanulhatják a fiatalok. Ők már nem a dobbantó, hanem a műhely iskola programban tanulnak szakmát. A műhely iskolába kívülről is be lehet kerülni, tehát nem csak a dobbantóból. Főleg azok a fiatalok érintettek itt, akik középiskolai tanulmányaik során kisodródtak, nem jól választottak, vagy valamilyen családi trauma, kudarc érte őket, ami a tanulásra is kihatott. Tehát ide befejezett 8 osztály szükséges, illetve választan egy részszakmát, amit 6-24 hónap alatt szintén elvégezhet. A fiatalok bármikor jelentkezhetnek a dobbantó, illetve a műhely iskola programra. Az intézmény célja az, hogy mindenki, aki szeretne, piacképes tudást, majd biztos állást szerezzen.